Jó, nézd meg a palántáimat, ültettem máma ki. Ez egy tüzös paprika. A nyakopuppolink nem sokra mentek, mikor más jó napja mutattam, hogy alig látszik ki, hát most se semmi, aztán ahhoz képest a mi hagyományos fajtáinkhoz néz ide. Aztán ezek a két héttel előbb eledvedve. Az Julianan akkor február 16-án eledvedve, ez meg a születésnapomon vették általában, ez meg március 2, úgyhogy közel két hét, de hát ez más igénye van, pedig ez egy gyári vetfő, tehát nem is az, hogy nézd, ez meg virágzik, ezt most máma akartam szétültetni, mert az a százszem vett magból az, ami ebben a 24-24 osztályban nem fér bele, de látod, ez is már megy ki, keresi a nedvességét, meg a talpanyagot. Úgyhogy ezt szétültettem nagyobb cserébe, aztán egy extra látogatóimnak, jó akaróimnak ezeket fogom odaadni, hogy önálló már csak teremni tud. Most meg kell öntöznöm, ha visszajöttem, mert innen ez is fűzősek. De most itt van a Predator nevezetű Pritamin paprika, amiből hát végül is a ketchup készül, az a húsos, gerezdes parasztok paradicsom paprikának mondják. Azt akkor máma innen ültettem ki ezt a 350 körüli darabot, ez meg egy cenzor nevezető. Akkor egészséges egy palánta, akkor a korábban is rajta sziklevél. Ha párszor elfelejted megöntözni, elfelejted, hát nem tudod a technológiába, meg az idődbe beilleszteni, akkor megpunyad egy kicsit. Attól még nincs baj, ha nincs rajta sziklevél, de a gondozottság jele az, hogy megmarad a sziklevele kiültetéskor is. Sőt, valamelyiken még, mikor húzkodott föl, akkor is ott van nyilván rászáradva. De valamelyikről lemegy, mert lesül róla, olyan is van, hogy elszárad. Most itt tavaly sok ilyen volt, ilyen vírusos, két gyöngébet betettem, és nézd meg, ezt most fogom a tikoknak bedobni. Ebben nem szabad kísérletezni. Eleve nem jól nőtt a sziklevelese, amúgy jó, akkor az ember, hát mivel hogy ebből 27 forint egy szem magasztal, hát ha még ugye áraktja az ember, de megfogadtam, hogy betegséget nem szabad terjeszteni. Nézd meg a Mária könnye, hol a karlozákat, most meg az összes virágzik, mikor ilyen harmatos párás reggel van, szinte nyomasztó, fullasztó illata van, úgy kellemes parfüm illata. Az a viaszvirág. Mária könnye, hol a karlóza? Ez itt tegnap is volt csaltotta. Még a növi ki a cserepet, itt ez a paradicsom is. Ilyenkor már sárgul le kicsit. De a paradicsomnál nem érdekes. Sőt, emlékszek rá, a gyerekkoromban úgy ütette anyám, hogy ilyen paradicsom palántot fölnyullott ott a lábosba, a verandából, és akkor letemették a szárát. Emlékszel rá, hogy a Lakatos András könyvében olvastam, hogy a középkorban még a szőlőt is úgy szaporították, hogy egyszerűen kapáltak rá egy kis földet. Tehát nem volt ilyen, mint hogy oltjuk meg, hogy 40 centi legyen, meg talpgyökér, meg lehető harmadgyökerezni. Lehajtottak egy vászült, és dobáltak rá egy-két kapafődet, és ment össze-vissza, még csak sorba se volt, már kézzel munkáltak. Nem volt olyan, hogy megy a gép, vagy a permetezőgép. Hamuval megszórtak, annyi volt. Később jött már a bordél ez a részgáz. Hát közben ezek itt nődögének, de nem ezek a fontosak. Ez lett volna most fontos, mert elgondolásom szerint ennek ilyennek kellene már lenni, de hát mondjam azt, hogy nem sikerül minden. Na most úgy vagyok vele, hogy harmadikán állítólag lesz valami könnyítés, tehát amíg nem, addig meg nézz ide. Ez a Dirac Jani bácsinak fölcímzett üveg, de ebből már az összes gyógyszert megittem. Így aztán most
a másik buliszom a kökény pálinka, de én tudom, hogy ez nem szőlő, mert én tettem bele. Megesül. Valami 200 ezer embert már megtanítottam, hogy kell üvegbe pálinkát inni. Mondja az asszony, hogy állandóan ott van, és mindegyik filmetben iszó. Hát mondom, már azt nem mutatják, mikor dolgozok, csak azt, amikor iszok, érted? Legközelebb akkor beszélek, ha viszem föl a toronyba az oroszlánokat, már hát ha egy porcelánbótban lehet elefánt, akkor egy toronyban miért ne lehetne oroszlán, nem igaz? Evidens. Ja, menj.